gondolkodtam a robotot, három dolgot vettem figyelembe. Legyen praktikus, legyen dizájnos, és legyen fincsi. A legpraktikusabb robot az, ami nasit készít. Hé, a készletünket eszed? Uh-uh. Szóval üres lesz a szád, ha kinyitom? Oké, lebukta. Nevetés hallottam, csak nem kész van a robot. És mellényben van. Ugye milyen gyönyörű? Leszámítva ezt az üres helyet itt. Mostanában elkezdtem nagyon viszketni tőle. Nyugi, a robot kész van, és megkapod a jelvényt. Anyuval bemutatjuk a nasi Robit. Normális ez a zaj? Remélem. Különben oda az áramutazás New Yorkba. Jó elemet használtál? Igen, de talán túltöltöttem a... pillecukortárolót. Szerencsét, hogy a mellényem gépben mosható. Itt van Oli, a csónak a pecázáshoz. Fred üzent, hogy késik, szóval adok pár nagy tesós tippet, amíg várunk rá. Mindig is érdekelt a pecázás, ahogy a medvék pecáznak a tévében. Ez egy fura kinézetű hal. Háj, matrózok! Bocsa késésért, egyikünk sokáig készülődött. Mi van rajtad és kicsi Freden? Ez csak a gardróbban kallódott. A sapkádon még ott az árcímke. Ez azért nem áll jól neked, Cooper. Ssss, légy vele kedves! Beugratósat játszunk és fehérben vagyunk. Oké, rendbe teszem a csónakot. Értem én, levizsgáztál, ezért te vagy az egyetlen szakértő. Befejeznéd végre, nem is mondtam. De itt a jogsim rá. Ezzel most megszivatott? Oké, végeztünk. Neked jogsid van. Nekem egy szuper csúcsmentő mellényem. Fő a biztonság, béna. Felfújtam magam! Cooper, mit csináltál? Megilöktél a motornak. Mi közöm hozzá? Jogosítványom sincsen. A kar beragadt. Nem tudom megállítani. A pecázás szuper! Hasonló tartalmakért iratkozz fel és nézd a Disney csatornát.